Sanyi 1064-jel új országos csúcsot és új pályacsúcsot futott ezen a versenyen. Tavaly ugyanezt csinálta, ugyanígy az első versenyen, ugyanígy a Vaslókupán. Nagyon tehetséges fiúról van szó. Igen, lassan hagyományteremtő lesz ez, hogy egy Vaslókupa, egy új pályacsúcs. Azelőtt az elmúlt 25 évben nem történt semmi. Hát azért nagyon örülünk, nagyon boldogok vagyunk. Tavaly Portugáliában nem tudott a 12 közé kerülni, most azt nyilatkozta, hogy ha minden rendben lesz, tehát kaja, alvás, bicó, akkor talán meg lehet oldani. Hát hadd mondjam azt, hogy a Sanyi az, aki most a magyar eredmények és a nemzetközi színvonal közti óriási különbséget kezdi áthitalni. Mint ahogy most is láttuk, most már kinövi ezt a versenyt, tulajdonképpen már fölényesen tud győzni, de továbbra sincsenek meg azok a körülmények, ami igazából az önmenedzseléséhez szükséges. Bár megoldjuk a dolgot, de azért van veszély a dologban, most is Madridig utazunk, onnan 600 km autózás, szóval nem egyszerű a történet. Ez most már 14. Vaslókupa, ezt most már nyugodtan mondhatjuk hagyományos versenynek. Azt vettem észre, hogy most ugye svájci, illetve osztrák versenyző jött, és a magyar mezőny tulajdonképpen amennyi biciklista van, az képviselteti magát. Igen, hát a pályakerékpározás az egy speciális dolog, azt sokkal kevesebben tudják jól művelni, mint az országutat. Ott fölül egy országúti kerékpárra megy, vagy gyorsan, vagy lassan, vagy hosszút, vagy rövidet, ehhez azért különleges képességek kellenek. És a másik probléma, hogy válságban van, ugye, mint tudjuk, gazdasági válság egész Európa, és mi még tartjuk magunkat, de például Szlovákiában és Ausztriában szinte leállt egészen a pályasport. Emiatt vagyunk kevesebben, mert ugye ők mindig rendszeres vendégeink voltak. Ez ugye nehezíti az olimpiai felkészülést is. Most ugye egy versenyzőnk indul majd a londoni olimpián. Van-e Sanyiban annyi potenciál, hogy mondjuk Rióra kinője magát annyira, hogy esetleg kvalifikálni tudja magát? A Magyar Kerékpáros Szövetségnek, illetve a pályaszakág, az a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetséghez tartozik. Pont most 15-én adtuk le azt a 4 éves tervet, ebben a 2013-as költségvetést, amiben Sanyinak is a menedzselését beleszőttük. A terv az nagy vonalakban, hogy 2 évig a lehető legtöbb versenyen a közelieken részt venni, ami finanszírozható, és az utolsó 2 évben viszont mindenhova el kell juttatni ahhoz, hogy a 2 év eredmény alapának a kvalifikációt megszerezhesse.